Ugye eddig az volt a jellemző, hogy akár a minimálbér tekintetében, akár a szakmunkás minimálbér vonatkozásában, akár a szakmai feladatok ellátásához szükséges képzettségi minimumok tekintetében, akár a gazdaság helyzetéből fakadó igényekhez illesztett munkavállalói csoportok nagyobb létszámú leépítéséhez kapcsolódóan az OJT keretei között születtek egyeztetések és egyességek. Most ez a törvény azt hordozza magában, hogy ezek a döntések, ezek egy kormányrendelet keretei között majd megfogalmazásra kerülnek, és felhatalmazást kap a kormány arra, hogy ezekben az ügyekben eljárjon. Hát ez a társadalmi érdekegyeztetés szélesítésének, megerősítésének az új rendszere? Ez a nemzeti együttműködésnek az új rendszere? Ezt hozza a fülke forradalom? Én azt gondolom, hogy ez nem egy jó pálya, ez nem egy jó út. Ha egy nagyobb, egy szélesebb társadalmi érdekegyeztetést kíván a jelen kormány életre hívni, semmi akadálya ennek. De hagyja meg annak a lehetőségét, hogy az olyan típusú kérdésekben, a munkavilágát, a gazdaságot érintő alapvetésekben, alapvető ügyek tekintetében, azok hozzanak megfelelő típusú döntéseket a kormánnyal együtt és karöltve, akik ezt látják, akik ennek megélői, idézőjelbe tetten elszenvedői. És hát nem akarok még részletesebben belemenni a történetbe, hogy közjogi szempontból is megkérdőjelezhető mindaz, ami zajlik, mert az OJT, amiben a kormány ugye az egyik konzultatív résztvevő volt a három fél közül, ezzel szemben most a Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanács nem lesz több, mint a kormány és az országgyűlés, de inkább a kormány tanácsadó testülete. Jogosultságait már nem akarom újra elmondani, mert nincsenek. A véleményalkotástól, a javaslattételig, az ajánlásig. Határozatot is hozhat, igen, hogy el ne felejtsük, tényleg hozhat. Abban, hogyha van saját költségvetése, akkor azt hogyan használja fel. Hát ez mondjuk nagy kisugázó elővel bír a társadalom egészére. És hát sok-sok olyan kérdés vethető fel, ami a szereplők, a résztvevőknek és a döntési rendszereknek, a döntési jogosítványának a kérdését hozza magával. A konzultatív döntéshozatalnak, a konszenzusos döntéshozatalnak a kérdését. Vagy épp azt, hogy hogyan és miképpen kell megegyezni abban, hogy egyáltalán döntések születhessenek. Teljesen tisztázatlan, teljesen kiforratlan. Hiányos és végig gondolatlan a történet. Hemzseg megítélésem szerint a kodifikációs hibáktól. Éppen ezért nem is fogadható el. Mondhatom nyugodtan, elfogadhatatlan. Valódi társadalmi párbeszéden alapuló érdekegyeztetés helyett egy rendi alapon működő, nem mondhatok mást, egy rendi alapon működő királyi tanácsot állít fel. Hát erről szól ez a törvénytervezet. Dicséretes. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. Az előterjesztő képviseletében Szatmári Kristóf államtitkár úr két szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársam, nem akartam volna itt a vitában hozzászólni, de Gúr Nándor képviselőtársam tett egy rövid kitérőt itt a konkrét előterjesztésen túl, az adórendszer és a foglalkoztatással kapcsolatos észrevételeit értem ez alatt. Én csak nagyon halkan és csöndben jegyezném meg, hogy természetesen lehet kritikával illetni az elmúlt egy év foglalkoztatási és adóügyi lépéseit, de azért jelezném, hogy önöknek 8 éve volt a foglalkoztatás bővítésére Magyarországon, és 8 év alatt nem bővült a foglalkoztatás Magyarországon. Önök elfogadtak 2004-ben egy új Magyarország fejlesztési tervet, aminek az volt a címe, hogy foglalkoztatás és növekedés. Na, ez a kettő nem sikerült önöknek 4 év alatt több 10 milliárd forint uniós forrás bevonásával sem. És azt meg végképp visszautasítanám, hogy önök az egykulcsos adó kapcsán
próbálnak úgy föltüntetni, hogy itt valami fajta gazdagoknak kedvező adórendszer jött volna létre. Önök azok, akik egyébként különbséget tesznek szegények és a középosztály között, és önök azok, akik ellentétet szítanak a fizetésből élők és a szociális segélyből élők között ezekkel a megnyilvánulásaikkal. Teszik ezt azért, mert meggyőződésem, és ez kiderült az ön mondani valójából, hogy nagyjából semmi elképzelésük, víziójuk nincs arról, hogy Magyarországot merre kéne vinni gazdaságilag, és pontosan ennek a politikának a következménye az a 8 év, amit önök végigvittek itt Magyarországon, és ebből próbáljuk kivinni az országot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, éppen meg akartam kérdezni József István képviselőt, hogy véletlenül törölte-e a felszólalási szándékát. Úgyhogy József István képviselő úrnak adok szót, 2 perces hozzászólásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Szóval azért a 2 percesre 2 percessel. A gödör nem olyan nagy. Önök sokkal nagyobb káoszt csináltak itt az 1 év alatt, mint amire szükség lett volna. Tehát a Bajnai kormánya világválság okozta nehéz helyzetből az országot konszolidálta. Mi se bizonyítja ezt jobban, mint az a 4 milliárd euró devizatartalék, aminek közel felét önök most költik el a MOL pakett megvételére. Tehát nem igaz az az állítás, hogy a Bajnai kormány után lukak maradtak, a Bajnai kormány után tartalék keret maradt 4 milliárd euró értékben a Nemzeti Bankba. Nem igaz továbbá az sem, hogy maguk 8 évről beszélnek. Az első 4 év kifejezetten sikeres volt, megnyertük a 2006-os választást az önök nagy bánatára, és utána indult be az Új Magyarország program, aminek keretében Gúr képviselő úr elmondta, 110 000-en kaptak munkalehetőséget a közmunkaprogram keretében. Ez sikerült önöknek ez év január 1-től megszüntetni és kilátástalan helyzetbe hozni azokat is, akik a korábbiakban ennek keretében dolgoztak. Egyet elismerek, hogy a 2008 második fele, 2009 első fele között, amikor a legerősebben érintette Magyarországot a világgazdasági válság, akkor volt egy 6-7% gazdasági visszaesés. Ennek következtében nyerték meg önök a választást, de azért kicsit nagyobb összefüggésébe tessenek gondolkozni, és azt, amit itt ki akarnak írtani az egyeztetést, arra meg pont emiatt lenne szükség, hogy világosan lássanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ismételten Szatmári Kristóf államtitkár úrnak adok szót. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt József képviselőtársam, próbálok finoman fogalmazni, de olyan magas labdákat adott, hogy erre kénytelen vagyok még így a napirendtől kicsit eltérően is. Tehát az, hogy önök nem látják az utat, ez nem azt jelenti, hogy az út nincsen, csak önök nem látják. A második észrevételem pedig az, hogy az önök hozzáállását az elmúlt időszakhoz, az ön azon kijelentése, hogy sikeres volt az első 4 év, mert nyertünk, ez úgy nagyjából le is írja egyébként az önök gondolkodását, mert ennyiben valóban az önök szempontjából 2002 és 2006 között sikeres volt, hogy önök nyertek, csak éppen az ország fizetett megérte, erre az összödi beszéd a legjobb példa, de azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél az önök gazdaság és társadalom politikájának a fölfogása, sikeres volt, mert nyertek. Hát köszönjük szépen, csak az árát meg most fizetjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gór Nándor képviselő úr következik 2 perces hozzászólásra. Köszönöm szépen, elnök úr, államtitkár úr, világos és tiszta legyen. 16%-os egykulcsos személyi jövedelemadó az azt jelenti ma Magyarországon, hogy nagyon sokan, nagyjából 3,5 millióan havonta 3, 5, 8, 10 ezer forinttal kevesebbet keresnek. Önök a saját elkövetett hibájukat, ezekkel az emberekkel szemben elkövetett idézőjel bűnöket bérkommandókon keresztül akarják behajtani a vállalkozásokon. Azt gondolják, hogy úgy helyes, hogyha a terheket áthárítják másokra, a vállalkozásokra, fenyegetettségek megfogalmazása mellett,
és akkor minden rendben van. A gyermeknevelési támogatásokról papolnak folyamatosan. Mondtam a konkrét példát, nézze meg, számoljon utána, biztos rá fog döbbenni ön is, és akkor ebben a kérdéskörben nem fog még egyszer megszólalni. Az a 100 000 forintos jövedelemmel bíró ember, aki 3 gyermeket tart el egy családban, és nincs más jövedelem, az bizony 99 000 forinttal rosszabbul jár havonta, 3x33 000-rel, mint az a 6-7-800-1 millió forintot kereső vezető kormánytisztviselő. És a másik kérdés a foglalkoztatással kapcsolatosan. Nem baj, ennek is utána néz. 1998 és 2002 között a legjobb foglalkoztatási adatokkal bíró esztendő az is rosszabb volt, mint 2002 és 2008 válság bekövetkezte, közötti időszak bármelyik esztendejének a foglalkoztatási adatai. Hát, hogyha ezeket a számokat, adatokat, amelyek mögött emberek húzódnak meg, összehasonlítja, akkor el fog gondolkodni azon, hogy még egyszer egy ilyen kérdéskör kapcsán fog-e véleményt nyilvánítani. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Román István képviselő úr következik a Fidesz képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Csak nagyon röviden, itt a Gornán Dór képviselőtársunk 15 perces hozzászólás alatt szóba kerültek a sok minden más mellett a lakáshitelesek is. Egy gondolatot engedjenek meg ezzel kapcsolatosan, az első Orbán kormány lakáspolitikájával kapcsolatosan. Az a 7000 fős lelkes Szabolcs kisváros, ahol én élek, ez alatt az időszak alatt egy éven épült 12-13 ház. Ez azt jelenti, hogy egy éven 40-50 embernek adott munkát, megélhetést, 12 fiatal párnak értelmet ahhoz, hogy úgy döntsön, hogy itt telepszik le Magyarországon, nem máshol keresi a boldogulását, mert ez egy olyan ország, ahol segítik az ő lakáshoz való jutását, méghozzá olyan módon, amit ő is be tud vállalni. Emlékszünk, ebben az időben volt ugye a kamattámogatás, és ebben az időben volt az, hogy a személyi jövedelemadóból maximum éve 100 000 forintig le lehetett írni a törlesztő részletnek a 30%-át. Tisztelt képviselő úr, abban az időszakban ez az ország ezt elbírta. Elbírta ez az ország, sajnos a későbbiekben úgy alakult az önök és a világgazdaság hatásainak következtében, hogy ez már nem tehette meg. De megengedik még, van néhány másodpercem, akkor arra néhány mondatra is válaszolnék, amiben az előterjesztéssel foglalkozott, mert hogy ilyen mondatok is elhangzottak a 15 perc alatt. Ugye szeretném felhívni mindenkinek nyomatékosan a figyelmét, az előző rendszerben sem születhetett döntés a minimálbérről a kormány nélkül. Nem születhetett. Akár három oldalú tárgyalásról beszélünk, akár az új rendszerről, ha a kormány nem támogatja ezeket a lépéseket, akkor nem született róla döntés. Korábban mi volt, hogyan működött? Mind az érdekképviselet, mind a munkaadói, még pedig a munkavállaló érdekképviselet, ugyan három oldalú volt a tárgyalás, de mégiscsak a kormányon keresztül szerette volna érvényre juttatni a saját maga igazát, mert hogy a kormány van abban a helyzetben, hogy döntéseket hozzon. De szeretném megerősíteni még egyszer, sem a régi rendszerben, sem pedig az újban nem működhetett a döntéshozatal a kormány nélkül. Ezt szerettem volna megerősíteni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Józsa István képviselő úr következik 2 perces hozzászólásra. Köszönöm, elnök úr. A román képviselő úr a végén már lényeget érintette. Tehát az Országos Érdekegyeztető Tanács egyik legfontosabb az egész gazdaságpolitikára hatással bíró tevékenységi területe döntése a minden évben meghozandó minimálbérről történő tárgyalás és megállapodás. Azért nem mondok döntést, mert ez a dolognak a lényege, hogy megállapodás. Tehát a három oldal, a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány tárgyalás révén megállapodnak. Azért lényeges, mert érinti a gazdaságpolitikát, másrészt a megállapodást a kormánynak a közalkalmazottak szintjén, a közfoglalkoztatottak szintjén érvényesíteni kell. Tehát egyedül őrá nézve kötelező a minimálbér, hogyha egy egyeztetés révén születik megállapodás. Na most ebből az egyeztetési rendszerből vonul ki a kormány, ezzel a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács megalakításával, azt mondván, hogy ott az a 4 egymással szakmailag túl sok kapcsolatban nem álló oldal egyeztessen, tegyen ajánlást, minek alapján tesz ajánlást, ahol csak egy negyed rész a munkavállaló, és akkor a kormány majd maga dönt. Tehát ez nem a társadalmi párbeszéd irányába hat.
Bocsásson meg, képviselő úr, az nem társadalmi párbeszéd, hogy önök leveleket küldenek címekre, vonalkóddal, hogy aztán összegyűjtsék az adatokat. Ezzel lehet bizonyos statisztikákat gyártani, mert nem látja senki, hogy milyen eredmény születik, mi jön be. Önök kiértékelik, aztán valamit közölnek belőle. Tehát azt a nyilvános érdekegyeztetést, amikor leül a három fél egy terembe, egy nagy asztal köré, ezt nem pótolja ez a nemzeti tanács, úgyhogy gondolkodjanak, hogy mit fognak még működtetni ez mellett, mert önmagában ez nem lesz elég. Köszönöm. Köszönöm szépen. Araszki András képviselő úr következik 2 perces hozzászólásra a Keresztény Demokrata Néppárt képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát nagyon sajnálom József képviselő urat, de nagyon korán ment ma haza, mert a fáradtság jeleit látom rajta, ugyanis két legutóbbi felszólalásában, nem is két, az előző napirendi ponthoz is, ha visszatekintünk, két ellentmondásos állítást fogalmazott meg. Az egyik az volt, hogy a MOL részvényeinek megvásárlásakor nincs vagyonnövekedést, mert IMF hitelt használunk föl, természetesen akkor az ő szempontjából lenne vagyonnövekedés, hogyha az IMF hitelt nem részvényvásárlásra, hanem mondjuk szociális kiadásokra töltenénk el. Most meg azt mondta, hogy ugyan nincs gödörben az ország, mert egyébként meg tudtuk vásárolni a MOL részvényeket. Ebben valami kis rendet kellene tenni, tisztelt képviselő úr, de úgy látszik nem az a fontos, hogy mi a valóság, hanem hogy hogy lehet valamilyen érdekes újságírók számára is hangzatos mondatokat elmondani. És még egyszer mondom, itt az előző hozzászólásomnál is említettem, az egyeztetés rendszere nem szűnik meg. Konkrétan a minimálbér jogszabályi megfogalmazásánál a kormányzatnak van felelőssége, de az, hogy milyen módon jut el ennek a meghatározásához, azt az MT 16. paragrafusa alaposan leírja, azaz a Országos Érdekegyeztető Tanács helyébe lépő Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal a kormány egyeztetni köteles az MT hatályos szövege szerint. Az más kérdés természetesen, és egy kicsit visszacsatolni Gurnádor képviselő úrnak a felvetésére, hogy hát kik jártak jól meg rosszul az adórendszerrel, pontosan az a szégyen, hogy a szakszervezetek, az érdekképviseletek a munkáltatókkal szemben nem tudták kellő harcot, kellő érdekérvényesítést alkalmazni. Na most itt a pálya, itt a lehetőség, ezt szolgálja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz szóló törvény is, mert megadja lehetőséget a tényleg érdekelt munkáltatóknak és a munkavállalóknak az egyeztetésre. Ebben a javaslat nem korlátozza őket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Folytatjuk a 2 perces hozzászólásokat. Pál Béla képviselő úr következik az MSZP képviselőcsoportból. Köszönöm szót, elnök úr. Én még akkor nyomtam 2 perces gombot, mikor Szatmári Kristóf államtitkár úr beszélt, úgyhogy egy némiképp az ő hozzászólására szeretnék reagálni. Annál is inkább, mert államtitkárról a gazdasági kamara egy olyan jelentős posztjáról érkezett az államtitkári székbe, amely azt gondolom, hogy azzal a felelősséggel is jár, és államtitkárat annál jobban is becsülöm annál, mint hogy komolyan vegyem azon kijelentéseit, amelyek arról szólnak és úgy kezdődnek, hogy az elmúlt 8 év milyen helyzetbe hozta az országot. Azért is mondom azt, mert pontosan tudja, hogy ez sokkal differenciáltabb. 2002 és 2006 között nagyon sokak jól jártak a kormány különféle intézkedéseivel. Sajnos akkor is, hogyha ez az ország adósságállományát növelte, gondolni a pedagógusokra, közalkalmazottakra, vagy éppen a nagycsaládosokra. És természetesen az is csúsztatás, és ezekben a 2 percesekben nem lehet igazán kifejteni, hogy nőtt a munkanélküliség, mert ehhez nagy mértékben hozzájárult az, és ön is tudja, hogy közben volt egy gazdasági világválság, egy olyan gazdasági válság, amelyben a bajnai kormány intézkedéseit még a külföld is elismerte. Az egykulcsos személyi jövedelemadóval kapcsolatban meg jó lenne a helyzet, hogyha ezt csak mi mondanánk, hogy ezzel a szegények vagy az alacsony jövedelmű helyzetűek jártak rosszul,
De hát minden statisztika, minden tény ezt bizonyítja, de hogyha nekünk nem hiszi el, akkor legalább higgye el képviselőtársának, hiszen a Rogán-féle bérkommandó is azért jött létre, mert utána észrevették, hogy hajjaj, ezzel az egykulcsos személyi jövedelemadóval nem azt a célt érték el, amit szerettek volna, mert aki 280-300 ezer forint alatt keres, annak bizony csökkent a bére. És én azt gondolom, hogy ha kritikával illetjük ezt a törvényjavaslatot, azt természetesnek lehet és kellene venni, hiszen az ellenzéknek ugyanúgy, ahogy akkor, amikor önök is ellenzékben voltak, az a kötelessége és joga is, hogy megfogalmazza egy-egy törvényjavaslattal kapcsolatos részleteit. Majd egy következő két percesbe folytatnám. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Gúr Nándor képviselő úr következik, ugyancsak az MSZP képviselő csoportban. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Román István képviselőtársam, én nem azt vitatom el, hogy egy lakáshitelezési program nem lehet hasznára a gazdaság élénkítésének, sok minden egyéb másnak. Sőt, hogy nem lehet hasznára azoknak, akik ezt igénybe tudják venni. Nem vitatom el. Én azt mondom, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy az államadósság az növekedett. Ez is kihatással bírt erre. És azt mondom, hogy persze ennek voltak olyan haszonélvezői, ezt ön is, és sokan tudják, akik nyilván nem az első lakásukat vették meg ezekből a hitelekből, mert nem volt korlátozva mondjuk, hogy az első lakáshoz jutás talán az célszerű lett volna. A másik dolog, hogy azt mondta a képviselőtársam, hogy a kormány nélkül most sem, akkor sem. A helyzet annyiban más, hogy a érdekegyeztetés rendszeréből az OJÉ-t a kormány kivonul, életre hív egy nemzeti gazdasági társadalmi tanácsot, amely keretek között nincs ott. Akik ott vannak, azok beszélgethetnek egymással, majd teljesen mindegy, hogy milyen eredményre jutnak, a kormány meg dönt. A kormány dönt, nélkülük, adott esetben tőlük függetlenül, adott esetben bármiről beszélnek és jutnak valamilyen megállapításra, azzal ellentétesen. Dönt olyan fontos kérdésekben, mint mondjuk a gazdasági érdekből történő csoportos leépítések ügye, minimálbér, a szakképzettséghez kapcsolódó bérminimum ügye, és a munkakörhöz szükséges iskolai végzettségek dolgában. Azt gondolom, ez így nincs rendjén. A kormánynak nem kivonulni kell, hanem együttműködni kell. A nemzeti együttműködés, az érdekegyeztetés rendszere szerintem ezt kívánná meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. Józsa István képviselő úr következik két perces hozzászólással. Köszönöm, elnök úr. Szeretném a konzisztenciát megvilágítani Aracki jogász úr számára, mert úgy látszik a matematika nem erőssége. Tehát az első állítás, a Bajnai kormány kivezette az országot a válságból. Bizonyítás, ne kiabáljanak bele, bizonyítás 2009 utolsó negyedéve és 2010 első negyedéve pozitív gazdasági növekedési mutatóval zárult. Tessenek megnézni a statisztikát. Kicsivel, de pozitívval. Tehát a Bajnai kormány kivezette a válságból az országot. Bizonyítás. Nem hiányt hagytak önökre, nem lukakat, hanem 4 milliárd euró tartalékot a Nemzeti Bankba. Ténykérdés. Tessék kérem utána nézni. Ebből a 4 milliárd euróból, ami a magyar állam valutatartalékát jelentette, vették meg önök az általunk kritizált módon a MOL pakettet mintegy 500 milliárd forintért. Nem mondtam, hogy ezt szociális kiadásokra kellett volna költeni, ezt ott kellett volna hagyni tartalékba, ami a forintnak a árfolyam fedezetéül szolgál. Mert van egy olyan, hogy árfolyam stabilitás. Tehát ne tessék félre magyarázni, amit mondtam. Amire még szeretnék utalni, Szatmári Kristóf úr, hogy minek az árát fizetjük most? Az önök demagóg szociális népszavazásának az árát. Belehajtották az országot egy olyan késő kádárista hangulatba, hogy a minden elért vívmányt azt meg kell őrizni. Nem engedték, hogy bármiféle reformot a szocialista kormány végrehajtson, ezért valóban nehezebb helyzetbe érte az országot a világgazdasági válság, de ennek az előidézői nagyrészt önök voltak, hogy gátat szabtak bizonyos intézkedéseknek. Emlékezzen a 300 forintos népszavazásra. Nem itt tartanánk, hogyha bizonyos reformlépéseknek nem szabnak gátat. A következő két percesben folytatom.
Schiffer András képviselő úr, következik az LMP képviselő csoportja. Elnök úr, egyáltalán nem akartam két perces kérni, de az a helyzet, hogy ez a törvényjavaslat sokkal súlyosabb kérdést vet fel annál, hogy itt a szocialisták újra mossák a szennyest, és önök kormánypártiak és önök szocialisták újra a 28 ezredjére is azon versenyezzenek, hogy az elmúlt 9 évben kitett több kárt ennek az országnak. Nagyon kérem, hogy hagyják ezt abba, és adjanak arra lehetőséget, hogy legalább minden képviselőcsoport erről a törvényjavaslatról kifejtesse a véleményét. Nem vagyunk kíváncsiak az önök szerecsen mosdatására. Köszönöm szépen. Gurnándor képviselő úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Schiffer képviselőtársam. Lehet, hogy nem kíváncsi. Hát akkor menjen ki a büfébe. Ez egy általános vita. Tudja, az általános vita keretei között minden olyan kérdésről szó eshet, amelyet képviselőtársaim bármely oldalról felvetnek. És hogyha Aracki András képviselőtársam azt mondja, hogy például a személyi jövedelem tekintetében a munkavállalók nem voltak képesek megküzdeni a munkaadókkal, és ezért van az a helyzet, mint ami, akkor igenis válaszolnom kell rá, és el kell mondjam azt, hogy nem is lehet egy olyan rendszerben megtalálni a megoldásokat, ahol a kormány nem kívánja működtetni ezeket a tripartit alapú érdekegyeztető tanácsokat. Igen, erről szólt az elmúlt esztendő. Az OÉT-nek az összehívását meg kell nézni, hányszor tudták megtenni, hányszor tették meg. Nem volt plenáris ülése gyakorlatilag, ahol azokról a fajsúlyos kérdésekről, amelyek évtizedeken keresztül kvázi a jogosítvány rendszerébe belefértek, azok életre hívódtak volna, mert önök ezt nem akarták. Magyarul ellehetetlenítették az országos érdekegyeztető tanács működését. Lehet, hogy önt ez nem érdekli, lehet, hogy önnek ez nem fontos. Nekem azért fontos, mert az országos érdekegyeztető tanács nagyon sok tekintetben képes volt legitimizálni olyan kérdéseket és ügyeket, amelyek a munkavállalók millióit érintette. Lehet, hogy önnek a munkavállalók milliói azok indiferensek, hogy akkor ne legyek egy kicsit se pikírt, csak egyszerűen arra válaszoljak, amit az előző mondataiban elmondott Schiffer képviselőtársam, frakcióvezető. Úr, én azt gondolom, hogy igenis beszélni kell ezekről a dolgokról. Az összes elmúlt időszakbéli hibáival együtt és minden egyéb mással karöltve. Tehát még egyszer mondom, szerintem minden olyan dologról, ami a tripartit érdekegyeztetés rendszerében fontos volt és működőképes volt, és most működésképtelen, arról beszélni kell, mert meg kell változtatni ezt a rendszert. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. Aracki András képviselő úr következik a Keresztény Demokrata Néppárt képviselőcsoportjából. Köszönöm szépen, elnök úr. Schiffer képviselő úrnak a hozzászólását én nagyon értékelem. Ezek után mit mondhatnék, mit kérjek? Hát egy sört. Ugyanis a képviselő úr nem velem vitatkozik Józsa képviselő, hanem a akkor működő költségvetési tanáccsal. Az is nyilvánvaló tény, Gurnándor úrnak elmondhatom, hogy a munkavállalói érdekérvényesítő rendszere az elmúlt 20 évben a nullával volt egyenlő. Én azt nem tekintem érdekképviseleti, eredményes érdekképviseletnek, hogy az önkormányzati működtetésű cégek, az állami tulajdonú cégek munkavállalói, a közalkalmazottak szakszervezeti felbújtásra kimennek, sztrájkolnak, tüntetnek. És sokkal nagyobb tétről van szó, ami eddig nem történt meg, hogy minden munkavállaló egyaránt jól legyen képviselve az érdekképviseletek által, a szakszervezetek által. Ez a szakszervezetek óriási hibája és mulasztása az elmúlt 20 év alatt. És ezt a rendszert akarják önök fenntartani. Hogy egy politikai eszközként mindig tudjanak valamit tenni az önkormányzati tulajdonú cégek, a közalkalmazott, a köztisztviselők, valamint a vállami tulajdonú cégek munkavállalóinak a mozgósításával. Most az a lehetőség jön mind a két fél számára, a munkavállalók és a munkáltatók számára, a gazdasági élet szereplői számára, hogy egymással értsenek egyet. A kormány ezután belátása szerint az ország lehetőségétől függően hozzá kell tennem a költségvetési tanács új alaptörvényben meghatározott funkcióhoz igazodva, dönt arról, hogy milyen legyen a minimálbér, milyen, hogyan fogják alkalmazni az embereket, milyen foglalkoztatási feltételeket írjon elé. Tessék, szabad a pálya az érdekképviseleteknek, meg a munkáltatóknak. Lehet dönteni, lehet egymással megegyezni.
És a jó megegyezés az ország javára nyilvánvaló ebbe az egyeztetésbe, hogy a MT 16. paragrafus előírja, részt fog venni a kormány is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, tájékoztatni szeretném önöket, hogy pillanatnyilag hárman várnak 2 perces felszólalásra, és ha jól számolom, 9 pedig rendes felszólalásra. Úgyhogy most folytatjuk a 2 perces hozzászólásokat. Józsa István képviselő úrnak adok szót, az MSZP képviselőcsoport. Köszönöm, elnök úr. A legelső hozzászólásomban úgy kezdtem, hogy ez az előterjesztés fokozni fogja a demokrácia deficitet. Ugyanis a Fidesz kormány nem akar tárgyalni, most megszünteti az érdekegyeztetésnek jó-rosszul, de működő rendszerét, és legutolsó hozzászólásában Recke képviselő úr megerősítette, hogy tényleg ki akar vonulni a kormány ezekről a tárgyalásokról.